mintegy sas, átnézi a terepet. Érted? És akkor nagyobb energiája van, hogyha úgy laposan fest. Tehát ezt saját magam megértettem, hogy miért csinálják ezt így a keletiek, ugye? Vízintesen fektetve. Elég az hozzá, hogy a fénylények, mik ezek a fénylények, mondom, ez egy milyen a vonala. És több finomabb energiavonalak voltak benne, amelyek sziporkáztak. Érted? Sziporkáztak. És mikor és én csak néztem, bámultam, és mondom, gyere közelebb, mikor majdnem a hold közelségébe jutott, akkor hirtelen egy csapást értem a mellemen, és a nyakszirtemen. És eztől öntudatlan voltam, tehát ez a már jön, hogyha koncentrálom valamire magamat, illetve hogyha érdekel, tehát megfog, megragad, akkor azonnal az hanggal párosul, akkor egy hangulatba jövök, a szó szeres legszorosabb értelmében. Hangulatba jövök, ez alatt azt hittem, hogy tényleg zenei hangulatom van, de ez történt már akkor, amikor elkezdtem festeni, de nem volt annyira tudatomban, akkor csak úgy, mint egy gyerek, amikor elkezd gajogni, akkor nincs tudatában a nyelv vagy a szó értékének, az csak később. Dom Tamás bácsi a neve, aki tulajdonképpen ezermester volt, mindenhez értett tulajdonképpen, de a foglalkozása kovács volt, de amikor már kieregedett az erejéből, amint mondja, akkor azután juhásznak, mert meg lócsiszár volt, szóval ezermester mindenhez értett, zsindejezni tudott, szóval mindenhez értett tulajdonképpen, még az óráshoz is, ő volt a falu órása. Szóval ezermester, ő szintén a sámán ivadékból, a baksa nemzetségből való volt, és hát sámán képességekkel rendelkezett, mondjuk azt, hogy volt ember ismerete, pszichológiája, meg azután emlékezett a múltra, a saját múltjára, ez alatt azt értem, a genetikai múltra. Teheneket is gyógyított, lovakat, embereket, csillagjósolt a fa alatt, hallgatta a rezgőnyárfa susogását, és ebből kivette a választ. A válasz mindig azt mondta, ha jó a kérdés, akkor a válasz is jó. És én is hozzájuk kerültem, voltunk, vagy 5-6-an a faluban, volt köztük két lány is, akik burokban születtek. De én voltam az egyedüli, aki tényleg a baksa nemzetségből, a sámán nemzetségből, tudjuk azt, hogy a 108 törzsből egy, az a baksa, az áldozó papok nemzetsége volt, és mindig azt mondta, amikor érdeklődtünk gyerekek, hogy miért ez, hogy és mint, azt mondja, nézz és fülelj. Gyógyított különböző módszerekkel, kézrátétellel is dolgozott, azután mindig előzőleg zümmögött, énekelt, mocsogott, mormogott, ugye? És mikor kérdeztük, hát mit mond, milyen nyelven beszél, mert nem értettük, azt mondja, ez az ős magyarok. Nem riasztott el, jót tett, megnyugtatott, és bizalommal töltött el. Nekem úgy tűnt fel, mintha Krisztus korona lett volna, hát így is a fején, de fény lett. Tehát tulajdonképpen azért is nevezem ezt a munkát, én vagyok a föltámadás és az élet, Krisztus. De én azt megéreztem, hogy ez nem keresztény vagy valami valláshoz vonatkozik, ez egy kisugárzás, a remény testet ölt. Úgy, mint aki kísérte magát. Van a József Attilának egy gyönyörű verse, amelyikben ez van így írva, azt mondja, sírok, mint akit az anyja vert meg. Tehát ez a jól eső, fájdalmas, de elismert fájdalmasitól láttam. Azután én azt hittem, mikor ide kikerültem, hogy ez csak egy magyar kulturális jelenség vagy érték. És itt láttam könyveket, mi egymás, és olvastam Mircea Eliádnak a sámanisztis extáze, la technique archaïque de l'extase,
olvastam, és akkor csak döbbentem rá, hogy ez világjelenség, Jóska, te egy világjelenséggel vagy kapcsolatban, tehát nem csak a kis Magyarország népi hiedelem körével, hanem egy világjelenséggel vagy kapcsolatban. De már a Tamás bácsi is így mondta például a kézrátételnél, akkor mondta hét sámon a köszöntést, és azt szintén átveszem, amikor elkezdem a rituálét, ezzel is köszöntöm őket, úgy testi, tehát úgy fizikai, mint lelki és szellemi sikon, tehát a három sikon, ez érvényes béke, jó egészség, öröm, fény, lelki derű, lelki boldogság, szeretet. És látjuk ezt, hogy ez olyan harmonikus ma egymásba kapcsolódik, ugye, mert a legfontosabb a béke, különlegesen a benső béke, ugye? A benső béke, mert az kisugározza az ember magával, ugye? A benső béke. Ha az ember békében van saját magával, önmagával, akkor jó az egészsége, legalábbis jobb, mint a másoké, ugye? Na, ugye én itt vagyok 72 évesen, és láttad, hogy milyen munkamúlt van mögöttem. Ugye már nekem régen el kellett volna porladnom, ugye? És hogyha az embernek jó egészsége van, akkor ott a vidámság, ugye? Örül az ember, jó örül, ugye? A létnek, az életnek, ugye? Ha megvan ez a vidámság, akkor az a fény. Ugye tudjuk azt, hogy a boldog emberek sugároznak, ugye? A szószoros értelmében sugároznak. Még akkor is, hogyha ez nem látszik, ez kisugárzik. Vannak olyan egyének, amikkel jól esik, csak egész egyszer némán egymás mellett ülni a buszon, a másiknál meg az ember helyet változtat, mert nem jól érzi magát mellette, ugye? Tehát a fény, és ha megvan a fény, akkor jön a lelki derű. Ez a benső fény. Az a benső fény, akkor kapcsolatba kerül saját magával és a mások. Hét hang. Először is a mi. Amit érzékelek, hogy ezt a hét hangot, ezt a mantrát minden problémával kapcsolatban használhatod. Ami negatív probléma, ami nehéz, súlyos, emésztetlen, az feloldódik, mint énekelve, zümmögve, mint a só a vízben. A pozitív, potenciális értékek pedig testet öltenek. Ez az első. Tudjuk azt, hogy az igazi mantra a nincs szóhoz kötve. Énekelni, dudolni bármely alkalommal is, munka közben vagy akármikor lehet dudolni. Tény az, hogy egy bizonyos időn belül az ember egy hangulatban érzi magát, ahelyett, hogy dudolna, az már a belső hang, a belső hang, a belső ritmus szerint. Ilyenkor egy finom elektromos ütés fut át rajtam, de jó indulatú. Utána pedig legegyszerűbb, hogyha az ember énekel, és kedvébe tapsol.
tehát amikor itt esetben a hét hang egy harmada olvad, az annyit jelent, hogy már gyúlod, dagasztod a problémát. Amikor pedig egy hangon tovább énekelve, tehát... magadtól elkezd előre-hátra, vagy jobbról-balra mozogni. Hullámverés. Belekapcsolódsz a kozmikus hullámverésbe. Az első hullámverés a vérünk folyása, a lélegzetünk. Utána pedig... Úgy legyen.